Idén tavasszal sem maradtak siváran a szadai utcák. A falu szépítésére az önkormányzat ebben az évben is megszervezte a közterületek virágosítását május 2-a és 4-e között. A falu szépítés a Virágos Szadai Mozgalom keretén belül valósul meg. Ez egy önkormányzati rendelet formájában született meg. Ezt évtizedek óta csináljuk. Minden évben költségvetésnél a Virágos Szadai Mozgalom címszó alatt kap a Szada Nova egy 1,5 millió forintos költségkeretet, és még azon kívül nyilván a fenntartás, gondozás meg egyéb az még plusz pénzbe. Ez egy költségvetési határozat alapján megszületik minden évben, és ebből elkezdjük a palántanevelést, elkezdjük a virágágyasoknak a felássását, beültetését, és hát azt követően a gondozást is végrehajtjuk, és megpróbálunk, tehát a falu terein, a főútvonal mentén, ott, ahol önkormányzati terület van, ahol már eddig is kialakítottak virágágyásokat, ezeket szépé tenni élénk színekkel, kis virágokkal, amelyek egész nyáron virítanak. A helyszíneink azok ugyanazok maradtak gyakorlatilag, mint tavaly. Két napja ültettünk, tegnap közel 2000 virágot ültettünk be, ma olyan 1200-nál tartunk, ugye még van egy pár óránk a napból. Fajtákban ugyanazokat választottuk, mint tavaly. A területi adottságaink olyanok, hogy kicsi a mozgásterünk. Új virág lett a bojtocska például, ami tavaly nem volt. Több begóniát ültettünk, ugye ő egy biztosan virágzó növény, hogy ő volt az a választás, ami mondjuk tavaly ugyan volt, de kis mennyiségben. És igazából a kúpvirágok, amit tavaly büdöske, mézvirág, ezek mind a tavalyiak, kakastaréj, ezek mind változatlanul maradtak idén is. A közmunkások segítségével ültetjük ki a virágokat, ők azok, akik a talajt előkészítik, kapálják, gereblézik. Van, aki termeli a virágot, a Kosikné Magdika, ő segít az ültetésben, igazából én ültetek, és közmunkások dolgoznak a kezem alá. Tehát a területek, ők teszik rendbe, ők szedik ki a palántát a cseréből, az ültetés pedig magát, azt én végzem. A Szada Nova munkásai, tehát gyakorlatilag a közhasznú munkások, közmunkások, akik karbantartják, van bekapcsolva egy-két lakó is, és azok, akik itt oroszlán részt vállalnak a ültetésbe, az utógondozásba is vállalnak szerepet, mert van, amikor ugye permetezni kell, és van, amikor tápsóval, tápanyaggal ellátott vízzel kell locsolni. A sima öntözés, sima locsolást azt a közmunkásokkal tudjuk elvégeztetni. A közterületek szépítése mellett az önkormányzat a lakosság számára is lehetőséget biztosít a virágosítási akcióban való részvételre. Van a falu közösségen kívül, tehát illetve a falu közösségből egy pár olyan lakosunk, aki a közterület, tehát a háza előtt lévő közterületet is szereti szépé tenni. Na most azokra is gondoltunk, és minden évben azok, akik ilyen gondosan kezelik a közterületet, minden évben kapnak ingyen virágtöveket, amit kihelyeznek. Nyilván itt már benne volt az előző szóban, hogy ők ilyen gondoskodó típusú családok, emberek. Nyilvánvaló, hogy itt az utógondozást is ők végzik, és én szigorúan kihangsúlyoztam most az első alkalommal, hogy azok kapjanak, akiket a múlt évben is tudtunk értékelni, akik nem csak elviszik a palántát, hanem valóban ápolják is, mert ugye mindegy növénynek egy hosszú, meleg nyáron keresztül rengeteg gondoskodásra van szüksége. A nagyközség virágosítása a Virágos Magyarországért környezetszépítő mozgalmon belül zajlik.
A program részeként évente körülbelül 300 település nevez be a hazai megmérettetésre, melynek során megválasztják az 5 legvirágosabb magyar várost, falut és budapesti kerületet. Idén kiemelt témája ennek a programnak a vendéglátóhelységek és a vendéglátóhelységeknek a virágosítása. Szadán 3 olyan vendéglátóhely van, akiket szeretnénk bevonni. Ővelük már felvettük a kapcsolatot, nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek, és ők például évek óta már nagyon aktívan részt vesznek a virágosításban. Idén szerették velük megtámogatni a mi pályázatunkat, és reméljük, hogy sikeres lesz az ez évünk is. Tavaly mi elhoztuk a Földművelésügyi Minisztériumnak a külön díját, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, úgyhogy most idén szeretnénk valami hasonló érdemeket elérni ebben a programon belül.